Kedves kertbarátok, egyre többen ismeritek már ragadozó atkáinkat, amelyek egészen picike, nagyítóval látható méretű jószágok, és ezekre a filccsíkokra vannak föltéve. Ezek a ragadozó atkák, hogyha kihelyezzük őket egy évelő növényre, akkor szépen elszaporodnak rajta, és teljes egészében levédik az atka kártevők ellen, de más apró szívó kártevők ellen, mint például ez a ribizli levélpirosító levéltetű, ezek ellen is bevethető, nem úgy, hogy meg fogja ölni nekünk már ezeket a levéltetveket, de a tojásaikban tesz annyi kárt, hogy sokkal kevésbé fog látszódni ez a probléma. Erre a kis ribizli bokorra én most teszek egy ilyen filccsíkot. Így kell felhelyezni, szépen körbe tekerjük vele ezt a részt, egy kis dróttal rögzítem, annyira kell szorosan rögzíteni, hogy ne essen le akkor sem, hogyha mondjuk fúj a szél, így rögzítem, és egy olyan 1-2 hét múlva már le lehet szedni ezt a kis filccsíkot, mert addigra már ők beszaporodnak erre a növényre, és teljesen megoldják az atka elleni védelmet. A csodálatos fenyőfáknál is hatalmas problémákat okoznak a különböző atka kártevők, és igen, ellenük is fel lehet használni ezeket a ragadozó atkáinkat. Ehhez egészen ide a belső részekre tekerjük rá a filccsíkot a fánál, és szépen ezt is rádrótozzuk. Mikor ilyen nagy fenyőfáról beszélünk, és szeretnénk, hogy gyors legyen a település, akkor többet is kirakhatunk rá. Minél több ilyen filccsíkot telepítünk egy fára, annál gyorsabban fognak rászaporodni ezek az atkák, és annál gyorsabb lesz a hatásuk. És ugye az összes kert nagy Jolly Jokere a tuja. Én különösebben nem kedvelem a tujákat, de ennek csak annyi oka van, hogy nem ide valók. Tehát egy biokert tujával nem ideális. Persze, ha már itt van, akkor szeressük, hiszen ő is árnyékot ad, ő is párologtat, és ő is díszíti a kertünket, tehát semmiképpen nem az a cél, hogy őt kivágjuk. No de, ha szeretnénk megvédeni, amíg nálunk van, akkor ezt megtehetjük úgy is, hogy ezeket a filccsíkokat rátesszük, tehát a ragadozó atkáinkat is rátelepítjük. Ezt egyszerűen megoldhatjuk úgy, hogy egy-egy ilyen ágra, a belső részekre rátekerjük, és rádrótozzuk, majd így hagyjuk néhány hétig, amíg erről rá nem másznak ezek a mikroszkópikus méretű atkák. De hogyha egy gyorsabb működést szeretnénk, tehát hogy gyorsabban szaporodjanak el, akkor nézzétek meg, hogy milyen óriási ez a sövény. Erre én minden egyes tujára tennék ilyen ragadozó atkát, hogy elég gyors legyen a szaporodás. Amikor még csak kisebb tujákról beszélünk, de összeérő sorról, akkor bőven elég minden harmadikra tenni ebből a kis ragadozó atkából. És most egy óriási nagy kedvenc jön, egy valódi, szép biokerti növény, a rózsa. A rózsáknak nagyon sok haszonvételi formája van, az elsődleges, hogy nagyon szép. De más is van, például indikátor növény mutatja a szőrű betegségeit, lehet enni, lehet belőle teát készíteni, csomó csodálatos rózsánk van. De az összes rózsának van egy csomó atkakártevője. Leginkább a takácsatka okoz problémákat. De ezt a problémát egy az egyben elfelejthetjük egyetlen egy ilyen kis filccsík felhelyezésével. Egy ilyen hatalmas futórózsára elég egyetlen egy filccsík. Egyetlen egy ilyen kis filccsík elegendő. Ha a rózsák, ha több rózsánk van, mondjuk tearózsák, és szeretnénk betelepíteni az atkákat, és a tearózsák összeérnek, tehát a leveleik összeérnek, akkor elég minden harmadikra tennünk egyet, mert átmásznak egymásra. De ha nem érnek össze a rózsák, alul a talajon nem mennek ezek a ragadozó atkák, nem tudnak átmenni, nem is repülnek, tehát két olyan növénynél,
amik nem érintkeznek egymással, nem fog működni a ragadozó alka, olyan esetben mindegyikre külön-külön egyet rá kell telepíteni. És amit kevesen gondolnának, hogy a dézsás növényekre is kiváló megoldást ad egy ilyen ragadozó alka. A leginkább leánderen szokott előfordulni különböző szívókártevő. Nagyon gyakran takácsatka is, amitől az egész levele nagyon csúnya, fehéres bevonatot tud kapni. Olyankor mindenki elkeseredik, hogy jaj, mit csináljunk a leánderünkkel. Semmit nem kell csinálni, ezt meg lehet előzni. És tök egyszerű a dolog, úgy előzzük meg, hogy fogjuk, föltekerjük a növényre ezt a kis ragadozó atkás csíkot, egy dróttal szépen rögzítjük rá, nem kell sokáig rajta lennie, egy-két hétig, utána levesszük, és már az egész növények mindenhova elmásznak, felszaporodnak, és amint megjelennének az atkakártevők, ők azonnal likvidálják is őket, tehát meg sem jelenik a növényen a probléma. A fükéket azért is szerették a magyar kertekben, mert nem voltak kártevőik. Mára az éghajlat változással ez is megváltozott. Egyrészt megérkeztek új kártevők, másrészt a régiek hozzászoktak, hogy itt is lehet pusztítani. És sajnos most már a fügét is elérték. Mi sem egyszerű, telepítjük rá a ragadozó atka csíkot. Feltekerjük, és rögzítjük egy egyszerű kertészeti dróttal.